Hát az a helyzet, barátom, hogy nekem az Erzsébet királynő között küldött Angliából, Londonból gumókat. Begónia. Dözsi néni? Igen, hát nálunk Böhke, de őt excellenciás asszonynak szólítja. Egyébként hallottam, hogy annyira aggódtam, már mondták, hogy az is náthassak. Jaj, de ezek az angol barátaim hoztak nekem két üveg unikumot, már tudták, hogy nekem ilyen ráutaló magatartásaim vannak ilyenre. Aztán küldtek egy olyan pólómászt, amit sose használok, de a gyerekem majd nagyon örülni fog neki. És képzeld el, küldtek egy gumicsizmát, hoztak. Na most pont az a méret, hogy az asszonynak nagy, nekem kicsi. De van két opció, vagy a csizma együtt vágom le flexel, vagy a lábam ujjából vágok le darabot, már el kell használni, nem dobjuk el. Ez a hamupipőke csizma. Na most olyan embernek meg nem adom oda ajándékba, aki meg nem tudja mire való, hogy be kell menni a ganédomra, érted? Szóval nagyon, nagyon szép napunk van, ritkítottuk az állományt, és ezek a rohadt moskosok állandóan mozognak, és meg akartam tudni, hogy most hány van, hogy mennyinek veszek kukoricát, de szerintem 16-an vannak. Kettőt máma, te! Az asszony most fogdossa a kóbaszt. De az ennyi, mert valam töltik be, most már hurkát töltenek. Hurkát. De gyere, megmutatom, hogy tört. Meg az amarilist. Ja, hát most itt állok. Ezek egyébként a, hát nevezhetném, pipakártnek is, mert ide használtam el kanyarcsöveket. Magaságagyás oldalfogónak. No, de mivel, hogy lesz itt egy vizágy is, már miért ne? Miért ne? Kitiltja meg nekem, hogy itt ne pimposodjon bele a víz aranyhalakkal, ha akarom. Megtehetem, röpködnek a milliárdok, érted? Aranyhalak lesznek itt. Na most, akkor meg az egy ilyen hajókürt is lehet. Jaj, tegnap ide figyelj, egy olyan nagy örömért, egy Tolnai Ernő nevezetű zene, művész, népművész, hangszerkészítő. A Prímbalalajka gyártója, Tavál. Van ilyen téglád? Van téglám, de az egy műtégla, mert egy onnant elszármazó hölgy küldte ide nekem, aki ugyan nem járt itt, de a tanítványai egy appellégyes oldalnyi levelet is küldött nekem, hogy mennyire böcsül engem, és majd a tanítványok küldi, és azt mondja, ő járt itt, és muzsikált nekem. Háton a lánya hozta gyönyörű kollekcióba, becsomagolva, és mondom neki, hogy egy gyönyörű szép dallamokat előcsalogatott. Mondom, ha már itt tartunk, mondom, én föl vagyok már szólítva, hogy volt egy ígéretem, hogyha ennek az őrületnek vége van, akkor oldalhúgyozós, gatyába, tiroli cipőbe, meg hülye kalapba, hegedülök egyet, hogy vége, vége, vége már. A hűítésnek már, és akkor tudja, srófa, lehetne erre írni egy jó pár gondolatot, de nem ez a célom, csak megemlítem, hogy mondom, most erre gyúrok, mert eszembe jutott, hogy valaki kérte, hogy Jani bácsi készülődjön, mert úgy néz ki, hogy az őrületnek vége van, és most ez jutott eszembe, és mondtam meg, hogy játszom be ennek, és olyan gyűjt elpengette, hogy vége már. Népművész, és olyan értelemben iparművész, hogy alkotja is a zeneszerszámot. Ez a Tolnai Ernő úriember Tavalról. És ide küldt annyi benzin, hát most hogyan nem mondjam, hogy a benzin meg a euró most úgy kezd egyensúlyban lenni. Tehát jó nekünk ebben az országban. Vannak még bátor emberek, akik már nekik közlekednek. Egy asszonyság meg most reggel bekapcsultam, és az várja tőlem, hogy elemezzem a mostani helyzetet. Nem mennék a helyzetbe bele, ami most van Magyarországon.
A másik meg azt mondja, hogy na mostantól idáig nézett már, hogy a Jani bácsi politizál. Hát mondd, most nem tudok üzelni, mert nem az én dolgom. Az elsőre az a válaszom, hogy természetesen van gondolatom, mint parasztgyereknek arra, hogy hogyan alakultak ezer évvel a gyepük, magyar honba és külterületén, meg a ókori, illetve hát mondjam azt, hogy a római provinciáknak mi volt elfogadott, mi volt törvényes, és mikor alakultak ki erőszakok, meg diktatúrák, de nem megyek bele én politikai elemzésbe. Az, hogy fölvetek gondolatot, gondolatébresztést, az joga 10 millió magyar állampolgár, vagy 15 meg, vagy 9,6. Ez a sajtószabadság. Hát most az lenne, értem. Aztán persze megoldják helyettünk ezek a túltanultak majd. Mi meg csak kapkodjuk a fejünket. A másik hölgynek, meg hogy ne, az úr volt, bocsánat. Hát úr-e vagy strusz, nem tudom, meg azt, hogy ne politizáljuk. Hát mondom, kérem szépen, akkor tessék a fejét beledugni a homokba, aztán majd tessék utána megállapítani, hogy ki volt az. Értem? Tehát olyan nincs. Hogy már lehet valaki pacifista, hogy küzd a békéért, értem? De aki abszolút hülye és hagyja, hogy a hátán fát vágjanak, azokkal én nem nagyon tudok egyetérteni. Legalább mondjuk ki, és én nem akarom átformálni, meg nevelni a közvéleményt. Van alapgondolatom, hogy bármilyen színű, egy országon vezetésre, ha lopnak, csalnak, hazudnak, félrevezetnek, pávatáncot járnak, az nekem, szóval az nem tetszik. Egy nagyon rövid gondolat, ha már így megállított a munkában, már most kukoricát viszek a megmaradó balacoknak. Megnézzük az amarilliszt. De azt föltétek. Hú, azt a dámasok! Gyerekkoromnak egy meghatározó élménye volt, amikor nagyon picik voltunk, és mikor reggel ébredeztünk, és néztük a fejünk fölött a lepadlásút akác deszkát, amiben voltak ilyen elváltozások, mert mondanom csak, hogy apám, hogy nem a tűzépen vették a tövésház tetejére a szobagerendát, érted? És akkor kérlek szépen, félálmunkban, ugye akkor még a Vásárnyi utcában egy szomszédasszonyunk volt, anyám sógornője, tehát a nagybátyám felesége, és akkor megdödögték ott a virágos kertet kapálva, ahol bodzában volt a kerítés, bodza fiatal hajtásokban volt a kerítés, amit a sajókutyám mindig át volt, ezek így eszemeltek. És akkor megbeszélték a pillanatnyi történéseket, és akkor mondta az egyik sógornője a másiknak, hogy hallottad, hogy azokkal meg mi történt, de nem mondom tovább, mert nem akarom, hogy majd aztán végén azt mondják, hogy én mondtam. Tehát ezek a alapvető falusi pletykák, és akkor azt mondta, hogy csipőretében, anyám azt mondja, aki átmond, mondjon bét is. Hallom? És most jön el majd az idő, hogy A vagy B. Harmadikán. Hányadikán? Nem tudom, csak megán gondolatot ébresztek, hogy nem lehet sunnyogni. Az ókori, hát volt olyan időszak, azt átment az is diktatúrába, a cserépszavazásra. Mindenki kimerte tenni a maga kis latifunda lakásában, vagy mit tudom, minek nevezze, hogy ő milyen színűvel van, milyen alakúval szavaz, és nem érte bántódást. Értem? Azt el szoktam mesélni egyébként, hogy a karakallam adott nekünk szabadságot, pedig még itt se voltunk. Hallod? Akkor még avarog, de nem megyek bele a történelembe, mert azt is majd lecsapják, hogy Janu bácsi nem így volt, meg amúgy volt. Én meg azt mondom, hogy gondolatot ébresztek, hogy gondolják át az emberek, érted? A történészek az majd így leteszik, ja, és azok is ütköztetnek, hogy hogy volt, mind volt. De megnézzük az Amarillis. Már mondtam, hogy beérik az a bimbó, csak ugye akkor nem tudtuk, mert nem én, szóval valaki, elmesélj. Vigyázz, mert itt lesz majd a kacsaúsztató, vagy ide nyomjuk bele a püssölni vágyókat. Hát most hozok nektek, de idegesítjátok. Nem hagynak dolgozni, most délelőtt birkakerítést csináltam, miközben zajlott a disztróvágás.
áthoztam ide az etetőt, mert ugye ott a magas ágyon keresztül nem tudott majd etetni. Most engedem ki a bárányokat, azt is megnézhetjük az örömfutást. Húzni, nyomni, tolni, bugaszek, mindenre föl van készül. Ezt Angliából kaptam, kérlek szépen, ez egy begónia. Ez egy másik növény, ez egy dália onnan. Egyébként ugye az egy más, majdnem más égőv, de hát ezt meg kell, hogy ismert a gladiógusznak. Most ide kitettem. Nézze, most őszinte legyek, hát ne játsszuk meg magunkat. Azt szeretném, hogy aki hozta, lássa, hogy én ezt majd társorozatba vettem. Érted? Meg kell tisztelni a másikat. Meg majd azt ki is kell? Megtettem. Mi? Hát majd ezek gondolom. Ja, hát majd azt is megnézem. Na most kérlek szépen, az történt. Rövidre kellene fogni, mert itt ugye mi nem mondunk semmit, meg nem is politizálunk, de az történt, hogy egy Balatonbogláron hát életet vívő házaspár, akik Tabról származtak ide, fölneveltek két gyereket, és közben a hölgy, a Marika néni megözvegyült. Időközben már az egy tragédia. Aztán lehet ezt duplázni, mikor a saját fiúgyereke is eltávozik az örök vadászmezőre, és egymagába marad. És akkor egy kicsit idősebb ma a gyerekhöz, fiúhoz képest lánya magához veszi, mondjuk egy dráva partra, nem mondok várost, nevezzük Marika néninek. És akkor ide hozza nekem azokat a növényeket, amit az új élettér nem tud már befogadni, mert van ölég, és egyszerűen nincs térmérték ahhoz. És akkor én idézek most, ne haragudjon, drága kedves Mária, Marika néni, azt mondta, hogy halló, ez egy nagyon szép hajma, tegye be oda a virágházába, majd meglátja, milyen lesz. Hát ez volt tavaly. Hát én meg, hát most ezt ide jegyezzem föl, tint a ceruzába, ebbe a káposztába, vagy karfiolba, ide, amikor szertágazónak kell odafigyelni mindenre. Ez meg elkezdett itt egy hónapja így bujkálni. Érted? Nem mind az ellenforradalmáról sötét bereszkedett, meg stb. Hát erről voltak a történetek, hogy nem tudom mi, mert nekem van klímia, ott meg a legényvirág, de amarilis nincs. Hát erre kiderült, hogy a hölgy hozta, de nem az vele, nem, egyáltalán nem probléma, hogy itt van. Emlékszem, amikor egyik filmben meséltem, talán még a könyvben is benn van, hogy jaj, Margitka, jöjjön át, de gyorsan, mert virágzik az amarilis. Hát ott buktam le. Ugye? Ott buktam le, mert ő jött át aztán, mikor nem mentem minisztrálni, ezt kukoricán körülött térdelnem miatt. De ezek történetek nem hozom elő, de az ilyen kétágú gyönyörű volt. Hát az, amikor így elkezdett kijönni, akkor lemondom, ez meg a négyágú lesz. Aztán jövök másnap reggel, mondjuk tegnap előtt, akkor meg ötágú volt. Mondom, akká életben mondom, a spájzban vannak az oroszok! Érted? Spájzban vannak az oroszok. Erre tegnap reggel megnézem, most meg haton vannak. Ha mondom, ez se nem NATO csillag, se nem zsidó csillag. Most akkor mi a lófasz van? Szerintem ezt ki akar tartani nőnapig. Érted? Tehát ez egy folyamat virág akkor. Ja, és akkor nézd ide, itt van az utánpótlás. Látod? És nem az, szóval nincs is neki, hogy nem tudom mekkora butéria, hogy ez ennyit. Az emberek, én akkor tisztában voltam azzal, mert voltak itt egy-két, nem azt mondom, hogy kötegedő, hanem jó szándékú beszóló, hogy az amaryllis, hogy biztos, hogy hát ez a Hiperastrum hybridum. 500 latin nevet föl tudok sorolni, de nem kérkedek velem, mert ez nem az a műsor. Egyébként annak az úriembernek, aki nem nézi, mert én politizálok,
annak nagyon tudom ajánlani, vannak kártészeti műsorok, tajvani amazing műsorok, meg kabarék, meg nézze azt, nem kell engem nézni, rosszabb kíváncsi, hogy mit itt néznek, nem, néha rákot tudjuk. Szóval megvan a korpusz delikti, be van azonosítva, hat szél, szirmú, hiperastrum, hidribidum, azaz amarilis. Hát közben tolakodik egy-két muskára. Mama volt egy látogató, azt mondja, jaj, hogy milyen szép, hát mondom már ez az, ami nem fagyott el, mert én mondtam az asszonynak, hogy szedje föl november elején, másnap reggelre elfagyott, mert ugye én nem érek rá. Tényleg fele kint fagyott a szabadföldbe, ezek még megléptek mángra. Na, most égetem egyébként a disznóbelet, bár valamikor abból jósoltak, tudod, a tüzön. És mit mondta? Hát most az a helyzet, hogyha gödröt kell ásni, akkor ugye az is ez. Most... De mit mond a jóslat? Hát most azt, hogy érzem. Érzem, mert az előbb dobtam rá egy kis lécet, hogy időben kimenjen innen. De. A jóslat most azt mondja, ide néz, hogy itt már van, azt a puttyit megy ki a világ kéménye. Mutasd meg! A két balasznak a belső része már elurasodtunk, nem mutunk ma a belet. A trágyadom körébe. Vesszük a boltba. Hát ez van. Ott is csináljon valaki, csak azok tényleg gumicsizmába vannak. Lehet, hogy ki van estére főzve a körmük, de az egy igazi fizikai munka. Ja, jaj, te meg azt elfelejtettem mondani, hogy boltottam ki ezt a csomagot, amit az angol fiatal emberek hoztak, és volt ott egy csomag, ilyen, hát valami ruha nem ő. Hát mondom, ezek hum vannak, hát én a maszkot életemben egyszer használtam, mikor bementem szerda, kedden a önkormányzathoz, szerda személyigazolványt hosszabbítani, és nekem most hoznak ide szájmaszkot, nem az volt, nőgyógyász kesztyüket hoztam. Azok a fiatal emberek, mutasd meg itt, ott vannak, nem szégyűlik azok. El is mondom nekik. Tisztára meg voltam hümmedve, mondom, nos, hozzak nekem izét. Megbújtottam a szatyra. Képen vagyok. Azt hittem, hogy az angol szajmos. Érted? Aztán nőgyógyász kezdtük. Hát arra még alkalmas vagyok. De azt viszont csupaszra jobban szeretnék. Voltatok itt már? Nem voltunk még. Nem, nézzetek, mit kaptam ide. Erzsébet királynőt. A küldöncáival. Most kell ültetni azt a március. Orbán Viktor hazahívta az állományt. Sokkal jobb lesz itt minden. Nem zavarja magukat, ugye? Nem, zavarja. Na. Tudod, minden jó. Nézzetek, körülök tálatok. És amúgy szerint, én szeretnék egy lopótököt az albumborítóra. Kérhetek egy szállított lopótököt? Abba mindenképpen, amelyik tetszik. Egyet elvihetem? Nagyon szépen, köszönöm. Jaj, most meséltem ebbe a kis videó szösszenetbe, hogy egy Tatai Árné nevezetű mandolin készítő és üzi is a mesterséget. Többek között azt is elvesed, hogy és mondom, azok már ezek ilyen nikkelezett strófok, meg hangolók, meg kurok, azt mondja, most adtam föl 500 eurót, mert ez különben, ő a faszerkezetét, meg képzett zenész, na, vagy ráutaló magatartással. Nézd meg, mekkora nőttek a palanta. Figyelj, de most az az igazság, hogy nem tudom, hogy ez a négy fiatal ember ott bankelnöke vagy WC-puculó, de teljesen minden, már igaz magyar emberek, érted? De így kell. Jó, mondom, gyerek? Igen. Teljesen minden. Az a kopasz, az lehet, hogy kidobó ember ott egy szállodába. Fasz tudja. Hogyan tudja? Kérdeztem én ilyen. Egy rajd, kaszkadőr. Akkor mondom én. Szóval kállnak, nőnek, aki hidegebb helyen van, az nyilván később fog nekiindulni. Ezek szakmai dolgok. Ott is van egy folt. Hát most majd ki fog kelni. A paradicsom az kinyomta magát, majd most kezd levelesedni.
Ez a, hát itt meg valószínű, hogy vagy ment a mag tovább, vagy nem tettem bele, pedig be se voltam még állva, ugye? Bár olyan előfordul, hogy feledékeny az ember. Hát még nézel, hányadika, ötödikával? Ötödike. Na most ne hasonlítsuk az össze az én tevékenységemet azzal, hogy ahol már szedik. Meg kim van a gondolákon a nagy üzemekben. Értem? Itt az van, hogy mi a nyárra készülünk. Azt még mutat kis gőz lesz egy kis gőz? Itt csinálhatunk gőz. Figyelni. Így bélen olyan gőz, vagy a biztos bélen. Ennek a lányom örült egyszer, már mutattam neki, hogy kikáltak a palac. Ott a szemüveg, de meg behomályot, tudod? Aztán nem látott semmit. Nem értem el a célomat, értem. Na, az a saját magszedés, most megmondom neked, nézd lefelé is, mert ott állásul, mert itt szűkő hely, meg ide készítettem. Az a helyzet, hogy ugye erre most mi van ráírva, hogy pap. Szóval nem esperes, meg nem gardi van. Meg nem tiszteletes úr, ez azt jelenti, hogy paprika alakú paradicsom. De ezt csak én tudom. Ezek azt hiszik, hogy ez majd áskát, meg bérmal, meg támát. Lófaszt, ez semmi. Ez egy paradicsom fajta. És azt is elmesélem, hogy tavaly a legszebb szem volt egy olyan fél kiló. Így ez a paprika alakú, ilyen hosszúkás. És akkor ugye a kamera adott tönkreteszett. Aztán ma úgy mondom, ezt hagyom meg beírni rendesen, de mondom, nem kellene ráhúzni egy krumplis zsákot, mert ráutalom magatartásban itt a látogatóknál néha, hogy hát másnapra nem volt meg. Most egy kisebb szedtem ki magot, de hát gondolom azért, hogy örökli a közös hőst, érted? Az meg a cirmus, az meg gyakorlatilag az éj királynője, az az ananász, amit, ha jól emlékszem, egyszer betömtem a szádba, hogy kóstold meg, mert úgy nézett ki, hogy éretlen. És a legjobb bizám volt olyan bársonyos, édes és jó ízű, az meg az ananász paprika. Egy dolgot elmulasztottam, hogy az ökörszívből nem szedtem magot, vagy elkeveredett, viszont vettem, azok most itt el vannak vádva, de ez még a szabadföldibe majd nagyon jó lesz. Ja, és elmondom a környezetvédőknek, hogy a kazán be van készítve, és egy krumpli zsákba van belecsavarva a diófa ág. Most jelentsenek föl, aztán leülöm legfőjebb, érted? Érted? 0,2 gram, ilyen jó édes illatú műanyag. Krumpli zsák. Egyébként maradok. A giliszták megeszik a műanyagot. Ezt javán szórakoznak. Na jó. Hát ez történt Bugaszegben. Ne hagyjátok magatokat átverni, ne hagyjátok!